A mai napon az önbecsülésről és az önértékelésről szeretnék beszélni, hiszen a legtöbb esetben problémáink fő gyökere az önbecsülésünk és önértékelésünk hiánya. Jelenleg a világ népességének 85%-ára vonatkoztatható az alacsony önértékelés. Önértékelésünk, önbecsülésünk azt jelenti, hogy mennyire fogadjuk el, mennyire szeretjük és értékeljük magunkat. Amíg nem becsüljük önmagunkat, amíg nincs egészséges önértékelésünk, addig teljesen mindegy, hogy hány kilósak vagyunk, milyen feszes a bőrünk, milyen gazdagok vagy híresek vagyunk. Pontosan azok az emberek, akiknek úgy tűnik, hogy mindenük megvan, gyakran pont ezzel az egy dologgal nem rendelkeznek, az önértékeléssel. Az alacsony önértékelés aláássa azt, amit hajlandó vagy megtenni önmagadért. Megkérdőjelezed, hogy megérdemled-e mások figyelmét vagy szeretetét, megérdemled-e, hogy jó dolgok történjenek veled. Van-e egyáltalán bármi benned, ami miatt értékelhetnek téged? És az alacsony önértékelés megakadályozza, hogy higgy önmagadban, és megköveteld, ami jár neked. Az itt látható személyek, mindenki számára ismerős világsztárok, akikben egy valami közös, és az az, hogy önértékelési problémával küzdöttek. Marilyn Monroe családról családra vándorolt kisgyerekként, több nevelőszülővel élt, mert az anyukája nem volt képes ellátni őt. John Lennon iskolás éveiben gyenge tanulmányi eredményei, sikertelen vizsgái miatt egy igazi lúzer volt. Angelina Jolie, a szülei viharos kapcsolata és kiszámíthatatlan, bizonytalan gyerekkora miatt kirekesztettnek érezte magát, és komoly drogproblémái voltak. David Bowie önképzavara és önértékelési zavara miatt két végén égette a gyertyát, és az életet minél hamarabb szerette volna letudni. Serena Williams gyerekként mindig a nővére szeretett volna lenni. Képtelen volt magát elfogadni, olyan akart lenni, mint Venus, ezért folyamatosan őt utánozta, és nem tudott önmaga lenni. Kate Winslet tinédzserként súly problémákkal küzdött. 172 cm magassággal, 81 kilósan az iskolában bálnának csúfolták. De a sort még folytathatnánk, hisz Whitney Houston, Heath Ledger, Amy Winehouse önértékelés és önbecsülés hiányában drogokkal tették tönkre magukat, és belehaltak abba, hogy azt gondolták, majd ha sikeresek, híresek lesznek, és mindenki szeretni fogja őket, majd boldogok lesznek. De mivel magukat nem értékelték, nem szerették, a világ összes figyelme és szeretete sem volt elég. Szeretni, becsülni magunkat nem arrogancia, hanem az a meggyőződés, hogy értékesek vagyunk. Ha nem szeretjük magunkat, akkor azzal az érzéssel élünk, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég értékesek. És teljesen mindegy, hogy mit érünk el az életben, hogy mások mennyire rajonganak értünk, képtelenek vagyunk értékelni a helyzetünket, és ezáltal boldoggá válni. De hogyan is indul egy ember életében az, hogy az önértékelését, az önbecsülését elveszti? Hiszen mikor megszületünk, az önértékelésünk, az önbecsülésünk 100%-os. Meg vagyunk róla győződve, hogy fontosak, szeretnivalóak vagyunk, és büszkék vagyunk magunkra. A gyerekek oldhatatlan vágyat éreznek, hogy lássák, hallják őket. Szívesen elmondják a mondókákat, amit tanulnak, énekelnek, táncolnak, bárkinek előadják a kis tudományukat. Csak gondoljunk egy játszótéri pillanatra, azt lehet hallani mindenhonnan, hogy anya, apa, nagyi, nézd, mit tudok! Nézd, milyen ügyesen felmásztam, milyen magasan vagyok. Tehát ez mind azt bizonyítja, hogy gyerekekként
az ember még tele van önbizalommal, önértékeléssel, önbecsüléssel. Az alacsony önértékelés legtöbbször a gyerekkorra vezethető vissza. A szülők, nevelők, testvérek, barátok és a modern világban a közösségi média pozitív és negatív üzeneteket közvetít rólunk, magunknak. A környezetünk hatására idővel kialakulnak bennünk kétségek a saját értékünket illetően. Ha valakit olyan szülők nevelnek, akik éretlenek a szülőszerepre, vagy az élethelyzetükből, neveltetésükből eredően nem tudnak ráhangolódni a gyerekükre, még ha nem is akarnak rosszat, mert természetesen nem, rengeteg kétséget, bizonytalanságot alakítanak ki a gyerekben. Ezek aztán olyan mélyreható meggyőződéseket hoznak létre, melyek az élete előre haladtával állandó hatásúvá válnak, és előbb vagy utóbb, de azonosul vele. Mert hogy azt az üzenetet kapjuk éveken keresztül, hogy nem vagyunk elég jók, és ahhoz, hogy jók legyünk, valaki mássá kell váljunk. Okosabb kell, hogy legyünk, jobb jegyeket kell szerezzünk, csinosabbá, sikeresebbé kell váljunk ahhoz, hogy értékesek legyünk. Tehát nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, és nem szeretjük azt, akik vagyunk. A legtöbbször megpróbálunk a látható külsőségeken változtatni. Mert az alapgondolat az, hogyha kívülről a körítés jó, a környezetünk elfogad, felnéz ránk, esetleg még irigyel is, akkor abban mi majd jól érezzük magunkat. Azonban ez veszett csata. Hiszen azért, mert a külsőmön változtatok, mert más emberek társaságát, kegyeit keresem, mert munkahelyet váltok, híressé, gazdaggá válok, nem adja meg a belső változást, a belső békét. Hiszen ezek külsőségek, azonban az önbecsülés, az önértékelés mind belül van. Ebben a külsőségeket felnagyító világban azonban tehetünk lépéseket afelé, hogy a velünk született önértékelést és önbecsülést visszaszerezzük. 15 pontban foglaltam össze, hogy mit, hogyan tehetünk magunkért. Az első pont a tudatos élet. Mint már korábban mondtam, a gondolataink indítják meg bennünk az érzéseket. Tehát ha a gondolataink támogatóak, pozitívak, akkor az érzéseink is ezt tükrözik. A bennünk működő negatív gondolkodásnak egyébként általában 4 fajtája van. Az első a felelősségre vonás, amikor is mindenért magad hibáztatod. Mondjuk lemondanak egy összejövetelt, meghívást, és rögtön az jut eszedbe, hogy ez most biztos miattad van, veled kapcsolatban. A második típus a felnagyítás, amikor is csak a negatív oldalát látod a helyzetnek. Tehát egy gyönyörű tavaszi napon úgy döntesz, hogy megcsinálod a kertet, rendbe teszed, gyomlálsz, metszed a bokrokat, füvet nyírsz, kapálsz, összegerebjézed, és alapvetően időt, energiát nem kimélve a kertben töltöd a napod, mindenki megdicséri a munkád, de este csak az jár a fejedben, hogy mi az, ami kimaradt, mi az, amit nem tudtál megcsinálni. A harmadik példája a katasztrofizálás, amikor is mindig a legrosszabbra számítasz. Például iszonyat a forgalom, késésben vagy, és azzal summázod ezt a helyzetet, hogy na, az egész napom tönkre van téve. Vagy rendeltél egy tortát, és nem teljesen azt kapod, amire számítasz, és akkor úgy érzed, hogy az egész születésnap tönkre van téve. A negyedik a polarizálás. Amikor fekete-fehérben látod a világot, és nincs a kettő közt semmi. Jellemzően a mindig és soha szavakat használod. Vagy tökéletesen teljesítesz, ez az egyik pólus, vagy totális pancser vagyok, ez pedig a másik. Például a sült húst kicsit tovább hagyom a sütőben, ezért kicsit megég, kiszárad, és rögtön azt a következtetést vonom le, valószínű felhangon meg is jegyzem, hogy én vagyok a világ legrosszabb háziasszonya, meg még felesége is.
Tehát a feladat az, hogy amikor a negatív gondolataid bekúsznak, akkor állítsd le őket, és fordítsd át őket pozitívra. A belső párbeszéd az, amit magunknak, magunkról mondunk, és ez lehet negatív, ezáltal visszahúzó, vagy pozitív, tehát bátorító, támogató. És szeretnék ezekre néhány példát mondani. Mondhatjuk azt egy helyzetben, hogy totál kudarcot vallottam, és szégyellem magam. Ehelyett büszke vagyok magamra, hogy megpróbáltam. Kövér vagyok, szét vagyok folyva, most már úgyis mindegy. Ehelyett képes vagyok arra, hogy csinosabb legyek, és meg akarom csinálni. Miattam veszítettük el a mérkőzést, mert kihagytam a gólt. Ez csapatsport. Együtt nyerünk, és együtt vesztünk. Még soha nem csináltam ilyet. Biztos, hogy nem fog menni. Ez egy szuper lehetőség, hogy kipróbáljam magam, és tanuljak. Semmi esélyt nem látok arra, hogy engem válasszanak. Mindent megteszek, hogy sikerüljön. Annyira szerencsétlen vagyok. Ezt nem szabadott volna elrontanom. A tőlem telhető legjobbat nyújtottam, legközelebb tudom, mire kell figyeljek. Ezeken a példákon azt mutattam be, hogy mindig a te kezedben van a választás, hogy támogatod, vagy lehúzod magad. Az adott helyzetet, szituációt nem tudjuk megváltoztatni. De hogy abban a helyzetben, hogy döntünk arról, hogy hogy reagálunk, az a mi kezünkben van. Vagyis te irányítasz. A második pont az önelfogadás. Az vagyok, aki vagyok, és elfogadom, szeretem, megbecsülöm azt, aki vagyok. Most. A hibáimmal, a furcsaságaimmal és mindennel együtt. Már most, így ahogy vagyok, elég jó vagyok. Természetesen akarok fejlődni, változni, de nem azért, mert azt gondolom, hogy nem vagyok elég jó. Reggel a tükör előtt, magunkkal szembenézve, érdemes pozitív gondolatokkal felvértezve indítani a napot. És olyan dolgokat mondhattok magatoknak, a tükörben nézve, magatokkal szembenézve, hogy nem kell senkinek és semmilyen feltételnek megfelelnem. Nem kell bizonyítanom. A tőlem telhető legjobbat nyújtom, és majd látom, mire lesz jó. Az vagyok, aki vagyok, és ezt teljes mértékben elfogadom. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok, mindig is az voltam, és az leszek. És ezzel eljutottunk a harmadik ponthoz, ami nem más, mint felelősséget vállalni az életemért. Amire vágyok, amit el akarok érni, azért megteszem a kellő lépéseket, erőfeszítéseket. És hiszek abban, hogy ez nekem jár, hogy ezt megérdemlem. És nem várok senkire és semmire. Magam döntöm el, hogy hogyan akarok elindulni, mit akarok elérni, mert ez nekem a legfontosabb. Ezért én kell legyek a legelszántabb. Az engem megkereső kliensek mindegyike felelősséget vállal az életéért, hiszen megteszi a kezdő lépéseket egy más élet felé. Mert a minket ért traumák nem a mi hibánk, de a megerősödés, a múlt lezárása a mi felelősségünk. A negyedik pont, hogy felvállalom a véleményem, a gondolatom. Vagyis kimerek állni magamért, felszólalok azért, amiben hiszek, mert érzem és tudom, hogy az én véleményem is számít. Nem vagyok fontosabb, mint mások, de kevesebb sem. Az ötödik pont, tölts időt pozitív emberekkel. Könnyed, jókedvű, humoros, kellemes beszélgetések mindenképp csökkentik a stresszt, és általuk más fényben látjuk a világot. Vedd körül magad támogató és szerető emberekkel, barátokkal, ismerősökkel, akik hisznek benned, és szánj rájuk időt és figyelmet. Hatos pont.
tanuld meg elfogadni a dicséretet. A legnagyobb igazságtalanság a világon, hogy a fájó kritikának állandó VIP belépője van a tudatunkba. Bezzeg a dicséretet még akkor sem engedjük be, ha érvényes jegye van. Két példát tudnék akár magamról is mondani. Jaj, de csinos vagy ma, mondja nekem valaki. Ó, pedig a hajam borzasztóan áll. Vagy annyira szép ez a kabát, gyönyörű rajtad. Ja, ez, ezt a turkálóban vettem 1000 éve. Tehát nem így kell. Egy dicséretre azt kell mondani, hogy köszönöm szépen. A 7. pont. Pozitív megerősítéseket használj. A pozitív mondatok, idézetek vagy inspiráló képek hozzásegítenek ahhoz, hogy a gondolataidat irányítsd. Azokban a helyiségekben, ahol a legtöbb időt töltöd, vedd körül magad pozitív rezgésű képekkel, tárgyakkal, feliratokkal, színekkel. A telefonod, laptopod, számítógéped képernyő kímélője legyen valami olyan idézet, ami jó érzéssel, büszkeséggel tölt. A 8. pont, hogy ne hasonlítgasd magad másokhoz, és ne hasonlítsd a saját életedet másokéhoz. Hiszen az emberek nem a valódi énjüket, életüket mutatják a közösségi médiában. Ha ezt veszed alapul, akkor egy fantáziával hasonlítod össze magad, és ez teljesen biztos, hogy csalódást kelt benned. Amikor azt kívánod, bárcsak valaki más lennél, lépj egy lépést hátra, és gondolj végig mindent, amilyen te vagy, ami neked van, akik téged vesznek körül, amit te értél el. Mert ne feledd, mások sikerei nem veszik el a tiédet. A 9. pont, hogy fogadd el a hibáidat, hiszen senki sem tökéletes. Mindannyiunkban vannak olyan dolgok, amelyeket szeretnénk megváltoztatni. Azonban két kategóriába kell sorolnunk őket. Azokra a hibákra, amelyeken lehet dolgozni, és azokra a hibákra, amelyeken nem tudunk változtatni. Amint megtanultad elfogadni magad olyannak, amilyen vagy, megtalálod a lelki békét, és jobban tudsz összpontosítani az erősségeidre. A 10. pont, hogy találd meg életed célját. Gyűjtsd össze azokat a dolgokat, amiben jó vagy, amiben sikert, örömöt találsz, amiért érdemes felkelni reggel, és csináld. Ez egyesek számára lehet az, hogy megtanulják a foltvarrás technikáját, vagy legyen egy kis gyógynövénykertjük, ahol gazdálkodhatnak, egészen addig, hogy valaki egy találmányon dolgozik. Ez a cél korunk előre haladtával természetesen időről időre változhat. De a lényeg, hogy csináld. A 11. pont, hogy ne cipelj magaddal olyan dolgokat, amik visszatartanak, lehúznak. Ha keserűséget, haragot, sértődöttséget, esetleg bosszút érzel valami vagy valaki iránt, ezek olyan mérgező hatással vannak rád, mintha a sivatagban víz helyett mérget cipelnél magaddal. Tedd le, bocsáss meg, felejtsd el, vagy válj semlegessé. Ugyanis a szeretet ellentétje nem az utálat, mert az is hihetetlen energiával jár. Azzal tudsz megszabadulni tőle, ha semleges vagy. A 12. pont, hogy örökre felejtsd el a tökéletesség megcélzását. Hiszen tökéletes nem létezik. A tökéletességre való törekvés olyan, mintha egy olyan versenyben vennél részt, amelyben a célvonalat folyamatosan előtte tolnák. A nagyon jóra törekvés pont elegendő. A 13. pont, hogy tudj nemet mondani. Amikor valaki valamire megkér, és azt érzed belülről, hogy én ebben most nem tudok részt venni, én ezt most nem tudom elvállalni, akkor azt igenis kommunikálni kell. És a következő válaszokat adhatod egy-egy ilyen helyzetben.
ebben most nem tudok segíteni, de köszönöm, hogy gondoltál rá. Ebben a pillanatban nem tudok többet vállalni. Szeretnék igent mondani, de ez most nem fog menni. Szeretnék segíteni, de felelősséggel nem tudom elvállalni. És ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de a saját érdekeidet kell elsősorban szem előtt tartanod. És ezáltal vagy hiteles önmagad számára, hisz azt mondod, amit érzel, és megteremted a belső nyugalmat. Ezáltal több időd lesz magadra, és azokra a dolgokra, amiket csinálni szeretnél. A 14-es pont, hogy tűzd ki magadnak bevehető célokat, és légy következetes. Amit eltervezel, amit előirányzol magadnak, azt tartsd be, és annak megfelelően haladj előre, mert csak így vagy hiteles a magad számára. Így hihetsz magadnak. Ha nem teljesítesz, csalódsz magadban, és kapcsolatod önmagaddal csorbát szenved. Tehát gondolkodj rövid és középtávú célokban, mert ezek által megélheted a sikert. Vedd számba a képességeidet, a lehetőségeidet és a kitűzött célt. A sikerélmény aztán további sikereket gerjeszt. És az utolsó pont, a 15-ös, gondoskodj a jól létedről. Nagyon fontos, hogy legyen egy rutinod, még akkor is, ha rendkívül elfoglalt vagy. Szállj néhány percet a napodból a nyugalomra, a kikapcsolódásra. Ez lehet egy séta, egy jó könyv olvasása, vagy egy finom étel elkészítése. Fontos a testi egészségünk is, tehát megfelelő mennyiségű alvással, egészséges ételek fogyasztásával, pihenéssel tudjuk megteremteni a lélek és test harmóniáját. Azzal zárnám a sarokpontok felsorolását, hogy önértékelésünk, önbecsülésünk kialakítása időbe telik, munka von vele és kitartást igényel. Ezért légy türelmes magaddal. És hogy ebben én is egy kis segítséget nyújtsak, készítettem egy önértékelést, önbecsülést fejlesztő, támogató meditációt, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek.